Szociális és közművelődési OK és képzésekhez ösztöndíj program, álláskeresőknek kompetenciamérés, egyéni fejlesztési terv és álláskereső tanácsadás. Többek között ezeket a lehetőségeket is tartalmazza az a program, mely Bakta Lóránt házán indult. A társadalmi felzárkóztatást is támogató projekt azonban nem csupán a járási központ lakosait segíti, hanem a környező településeken élőket is. Bakta Lóránt házán kívül még 4 konzorciumi partnerünk van, Ramocsa háza, Nyírjákó, Rohod és Ófértó települések. Természetesen a járásközpont település alkotja a gesztori, vagy látja a gesztori feladatokat. 250 millió forintos ez a pályázati megvalósítás. 30 hónap alatt kell lebonyolítani a pályázatot, és hogy a nevében is benne van, elsősorban a humán szolgáltatások fejlesztésére épül a projekt. Közösségi programok révén a hátrányos helyzetű lakosság egészségtudatos életvitelét és a társadalomba való beilleszkedését is segíteni szeretnék. Ez lehet olyan, hogy képzésen, átképzésen fog részt venni családlátogatáson, kiajánljuk neki azt a meglévő szociális szolgáltatást, ami van, egy kicsit megtanítjuk a lehetőségekkel élni, illetve új lehetőséget is szünk be. Maga közösségi szó is azt jelenti, hogyha egy ilyen hátrányos helyzetű rétegben felnővő fiatal vagy fiatal felnőtt bekerül, az ott elhangzott minták, az ott elhangzott jó dolgok mintát adhatnak neki a saját életének megváltoztatására. A programban az elhelyezkedési lehetőségek növelése és az életminőség javítása révén a vidék népesség megtartó erejét és a kultúrák közötti párbeszéd lehetőségét is erősíteni kívánják.